Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Paks 2. Környezetvédelmi és gazdasági célokat is szolgál az atomerőmű bővítés. Pályázatok. 1,2 milliárd forint a Tolna megyei kisvállalkozásoknak. Online vásárlás. 10-ből 9 webshopnál találtak szabálytalanságot. Értékhangoló. Idén is megrendezte a diákoknak szóló vetélkedőjét a Tolna megyei Értéktárbizottság. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Paks 2 nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra 90%-ra növelje a tiszta, vagyis széndioxid kibocsátás mentes energiatermelését. Erről beszélt Süli János a parlamentben. A paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter emlékeztetett arra is, hogy a beruházáshoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatot az ENSZ és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is követendő példaként értékelte. Alig több mint 10 év múlva 2030-ra Magyarország villamos energia termelésének 90%-a lehet széndioxidmentes, ezt tervezi a kormány. Erről Süli János beszélt hétfőn a parlamentben. A miniszter azt mondta, ehhez mindenféleképpen szükség van a káros anyagkibocsátás mentes, környezetbarát Paks 2 megépítésére. Süli János hangsúlyozta, hogy Magyarország már most is 40%-kal kevesebb széndioxid kibocsátással állít elő villamos energiát, mint Németország. Az unióban működő atomerőművek pedig 70%-kal több széndioxidmentes áramot termelnek, mint a megújuló energiaforrásokat használó létesítmények. Süli János azt mondta, Magyarország ezek alapján kifejezetten jó úton halad a paksi bővítéssel. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a bővítés kettős célt szolgál. Egyrészt az ország gazdaságának fejlődését, másrészt a kormány környezetvédelmi céljait is biztosítja. Süli János ugyanakkor emlékeztetett, hogy a beruházást mégis folyamatosan támadják környezetvédő szervezetek. Annak ellenére is, hogy az ENSZ illetékes titkársága és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése is követendő példaként minősítette a környezeti hatásvizsgálati eljárást. Ráadásul az eljárás során korábban 7 ország 9 városában tartottak közmeghallgatást, amiken minden felmerülő kérdést megválaszoltak a Paks 2-t képviselő szakemberek. Jelentősen növelni a kormány a napenergia hasznosításával nyert elektromos áram mennyiségét az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlése szerint. Éppen ezért egyszerűsítették az ilyen célú lakossági pályázatokat idén, és emelték meg az igénybe vehető támogatási keretet. Jövőre pedig újabb változások lépnek hatályba, a megújuló alapú villamos energiatermelés korábbi támogatási rendszerét a tendereztetés váltja fel. Az első tendert már kiírták, ennek kiértékelése után 2020-tól folyamatosan jelennek majd meg új tenderek. Évi 2,5 milliárd forint új támogatás áll majd rendelkezésre, ami a várakozások szerint évente 150 milliárd forintnyi beruházást generálhat Magyarországon. Patakba esett férfit mentette ki szexádi rendőrök kedden este. A férfi egy több mint 4 méter mély partfalon csúszott a mederbe, de szerencséjére még annyi ereje volt, hogy felhívja a rendőrséget. 4 épp szolgálatban lévő rendőr azonnal a segítségére indult, és hamar meg is találták, majd kihúzták a rémült férfit, akinek komolyabb baja nem esett. Összesen több mint 1,2 milliárd forintra pályázhatnak Tolna megyei mikro-, kis- és középvállalkozások. A részletekről most Bonyhádon tartottak tájékoztatót a Tolna megyei önkormányzat és a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara szakemberei. Mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt a Tolna megyei önkormányzat által indított pályázaton. Az akár 3,4 millió forintnyi vissza nem térintendő forrást bér- és járuléktámogatásra, valamint eszközfejlesztésre is igényelhető. A pályázaton résztvevő cégeknek vállalniuk kell, hogy legalább egy gyakornokot foglalkoztatnak. A pályázat részleteiről a Tolna megyei önkormányzat és a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara szakemberei tartottak tájékoztatót Bonyhádon. A pályázatot a már most is futó Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként írták ki. A paktum projekt megvalósításához szükséges egyeztetés az egyik célcsoportjával. A paktum projektnek pontosabban a mikro-, közepes és kis vállalkozások vezetőit szeretnénk meghallgatni, egy konzultációt folytatni, egy rövid előadásra vezetők után,
hogy hogy látják a munkaerőpiaci helyzetet, az ő saját helyzetüket a Paktum tükrében itt Tolna megyében. A Bonyhádi rendezvényen egy másik pályázat is téma volt. Az Út a Jövőben nevű programra szintén vállalkozások jelentkezhetnek. Az igényelhető pénzt pedig az eszközeik fejlesztésére költhetik, mondta Hornok Jenő, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője. Az Út a Jövőbe program, ez már elindult program, és jövő február végéig lehet pályázatot benyújtani vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó technológiai fejlesztésekre, adott esetben ingatlanvásárlásra, és hát nyilván foglalkoztatáshoz kiemelt helyen szerepel, mint megvalósítási cél. A két pályázatnak köszönhetően a nyertes Tolna megyei kisvállalkozások több mint 1,2 milliárd forintot hívhatnak le. Egyre többet rendelünk online. Tavaly 530 milliárd forint volt a webáruházak forgalma, idén ez 700 milliárd forintra nőhet a becslések szerint. Az online vásárlók számának növekedésével a szabálytalankodó webáruházak száma is nő. A leggyakrabban a megrendelt termék árát nem akarják visszafizetni a vállalkozások a vásárlónak, aki elállna a vásárlástól. Évről évre nő az online kereskedelem forgalma. Tavaly ez 530 milliárd forint volt, idén 700 milliárd forintra is nőhet a becslések szerint. Az online vásárlók számának növekedésével a szabálytalankodó webáruházak száma is nő. A fogyasztóvédelem által ellenőrzött webáruházak 90%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Ezek közül a leggyakoribb, hogy a vállalkozások nem adnak lehetőséget a vásárlónak arra, hogy elálljon a vásárlástól, visszaküldhesse az árut és visszakaphassa a megrendelt termék árát. Vagy egyáltalán nem akarják visszafizetni azt, vagy postaköltség nélkül kívánják rendezni a számlát a vállalkozások, mondja Orosz Valéria, a Szexádi Járási Hivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője. Termék átvételétől számítva 14 napon belül a fogyasztó élhet elállási jogával indoklás nélkül. Ilyenkor semmi más költség nem terheli a fogyasztót, csak a terméknek a visszaküldési költsége. Ezt jogosan kéri a vállalkozás, viszont az eredeti postaköltséget, amivel a fogyasztó megkapta, azt köteles a vállalkozás visszatéríteni. No, ezek a leggyakoribb problémák. Éves szinten 500 fogyasztó keresi meg a Szexádi Hivatalt valamilyen online vásárlással kapcsolatos problémával. Legtöbbször tanácsot kérnek, ha viszont nem rendeződik az ügyük, írásban kell jelezniük panaszokat a hatóság felé. Ilyenből 36 érkezett a Szexádi Járási Hivatal fogyasztóvédelmi főosztályához. Nem azt a terméket kapja, nem olyan minőségbe kapja, nem kapott hozzá jótállási jegyet, nem kapott tájékoztatást az elállásról. Azt tudni kell, hogy a jogszabály szerint a vállalkozásoknak elállási nyilatkozat mintát kell mellékelni a termékhez. Ennek benne kell lenni a csomagba, amit kiszállítanak a fogyasztónak. Tehát ezek a leggyakoribb panaszok. Egy olyan webáruháznál, ahol hiányosak például a cégről vagy a megvásárolni kívánt termékről szóló információk, nem érdemes vásárolni, tette hozzá a szakember. Tolna megyében egyébként van egy olyan weboldal, amelyik folyamatosan megsérti a jogszabályokat, becsapja a vevőket. Úgy tudjuk, a vállalkozást már 600 ezer forintra büntette a hivatal. A radioaktív hulladéktárolás területén bővítették ismereteiket a TEIT tagjai. Belföldi tanulmányutazásuk során a Kisnémedi és Püspökszilágyi határán található radioaktív hulladékfeldolgozó és tárolóban tettek látogatást. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás tett látogatást a radioaktív hulladékfeldolgozó és tárolóban, ahol a kis és közepes aktivitású intézményi eredetű hulladékok kezelése történik. A TEIT polgármestereit vendégül látta Kisnémedi polgármestere, akivel tapasztalataikat, kérdéseiket oszthatták meg. A polgármester tájékoztatta a társulás településük helyzetéről és a hulladékfeldolgozó szomszédságában tapasztalt ismeretekről. A Püspökszilágyi tárolóban tett bejárást követően egyeztetés történt a szakemberek és a társulás tagjai között. Nagyon fontosnak tartjuk azt a társulásba, hogy folyamatosan nyomon kövessük a Magyarországon is felelhető rádióaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket, az ottani technológiákat, az irányokat. Az üzemi épületben történik a radioaktív hulladékok fogadása, feldolgozása, illetve a pinceszinti tárolótéren lévő átmeneti tárolókban az átmeneti tárolása.
Azért is tartottuk ezt fontosnak, mert egy olyan helyről kapunk információt, ami a legrégebbi tároló, és mégis egy olyan technológiát kell bevetni, ami a 21. századnak maximálisan megfelel. Tekintve, hogy az intézmény 40 éve áll a radioaktív hulladékok elhelyezésének szolgálatában, elengedhetetlenül fontos a korszerűsítés és fejlesztés. Folyamatosan növelik a fióktelep biztonságát, továbbá kiemelt feladat az úgynevezett történelmi hulladékok mai kor követelményeinek megfelelő átcsomagolása és elhelyezése. A hulladékcsomagokat a medencékből kitermelik, és azok átválogatásával, tömörítésével és újracsomagolásával ismételten elhelyezik. 2017-ben kezdték meg egy könnyű szerkezetes csarnok megépítését. Fontos a polgármesterek első kézből történő tájékoztatása és a személyesen megszerzett ismeret, hiszen így tudnak hitelesen tájékoztatást adni településeiknek a nukleáris létesítményekről, tette hozzá Gáncs István. Idén is megrendezte az Értékhangoló nevű diákoknak szóló versenyét a Tolna megyei Értéktárbizottság. A program során a 4 fős csapatoknak a Tolna megyei értéktárral kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. Az Értékhangolón legjobban szereplő csapat az országos értékvetélkedőn képviselheti Tolna megyét. Újra és újra megszervezhettük ezeket az összejöveteleket. Fontos szerepet kap a természet is. Állataival, növényeivel, csodáival. Negyedik alkalommal gyűltek össze értékhangolóra a diákok és tanáraik Szedresen, hogy a megyei önkormányzat Kincses Tolna megye című értékvetélkedőinek idei témáját, a megye természeti értékeit kutassák. Az értékmentéshez elsődleges a tudatosság, mondta a Tolna megyei értéktárbizottság elnöke. Végig kell nézni ezeken a fiatalokon, hogy valamilyen módon megmérgeződnek mégis, és részt vesznek a dologban olyan szinten, hogy az előző évek így versengő diákjai készítettek különb felterjesztéseket, mint a helyi értéktárbizottságok, és vált valami azért megyei értékké, mert fiatalok figyeltek föl rá. Országos szinten Tolna megye élen jár az értéktár bővítésében. Ez nagy részt a fiatalok munkájának is köszönhető, hangsúlyozta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. A fiataloknak jelzés arra, hogy tovább gondolják ezeket a dolgokat, és éppen ezekből az értékekből kiindulva, akár startupokat, vagy fiatalos, innovatív ötleteket merítsenek, és hát elinduljanak a jövő felé. A rendezvényre a megye minden nagyobb településéről érkeztek, összesen 60 diák. Iszekszárdról, vagy éppen Dombóvárról is jelentkeztek 4 fős csapatokkal a helyi iskolákból. Ezen vetélkedőn derül ki, hogy melyik csapat képviseli Tolna megyét a jövő év elején megtartott országos döntőbe. Regionális híreink következnek. Sikeres az EFOP rendszere. A humán fejlesztések lesznek a középpontban a következő ciklusban. Adománygyűjtés Szászváron, egy leégett éttermet és panziót építenek újjá. Talajvilágnapi rendezvény, az élővilág és a termőföld védelmére hívták fel a figyelmet. Az EFOP és az Európai Uniós fejlesztéspolitika eredményeit mutatták be egy konferencián Pécsett. A rendezvényen kiemelték, az elmúlt ciklusban közel 1000 milliárd forintos keret állt rendelkezésre. Ezt közel 100%-ban már odaítélték a pályázóknak. A következő költségvetési ciklusban továbbra is a humán fejlesztések állnak majd a középpontban, ismertették a tájékoztatón. Középpontban az ember. Ez az emberi erőforrás fejlesztési operatív program jelmondata, mondta Vitályos Eszter Pécsen. Az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár az elmúlt pályázati ciklusban megvalósult beruházásokról számolt be. A közel 1000 milliárd forintos keretből 968 milliárdot már odaítéltek a kedvezményezetteknek, összesen több mint 5500 pályázatra. Az államtitkár kiemelte, az elmúlt hónapokban 2 új projektet hirdetett meg az EMMI az egészségügy területén. Az egyik egészségügyi ösztöndíjak támogatása című felhívás kifejezetten egészségügyi ösztöndíjakra ad lehetőséget a rezidensek és szakorvosok számára a szakorvosi képzés időtartama alatt. A másik új egészségügyi felhívásunk pedig az infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben című felhívás.
Ennek célja a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése, mérséklése. Huszár Rihárd helyettes államtitkár hangsúlyozta, a humán fejlesztések továbbra is kiemelt fókuszban lesznek a következő költségvetési ciklusban. A 21-27-es időszakban az Európai Szociális Alap Pluszból hasonló nagyságrendű forrás áll majd a Magyarország rendelkezésére, mint a mostani időszakban. Euróban számolva egy 4,3 milliárdos alap az, ami várhatóan Magyarország lakosainak a rendelkezésére áll. A már megvalósult fejlesztések közül néhányat be is mutattak a rendezvény alkalmával, melyek Pécsett, illetve Baranyában zajlottak. Ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan Őri László úgy fogalmazott, az élet szinte minden területét lefedik ezek a pályázati lehetőségek, így például a szociális ellátás, a hajléktalan ellátórendszer, illetve az oktatás fejlesztése. A baranyai és Pécsett nagy múlttal és komoly társadalmi missziót vállaló civil szervezetek támogatásán át a különböző egyházi intézmény és program támogatások, fejlesztések körét is ideértve az egészségügyi alap- és szakellátás fejlesztése is jelentős támogatásban részesült. A tájékoztató, valamint a fejlesztések bemutatásának célja, hogy a nagy közönség is láthassa, miről szólnak ezek a beruházások. Az eseményen elhangzott, a jövőben további pályázatokat nyújt be a Baranya megyei önkormányzat, hogy minél élhetőbb körülményeket biztosítsanak a lakosság számára. Adománygyűjtésbe kezdtek Szászváron. A cél az önkormányzat által üzemeltetett és október 8-án leégett étterem és panzió mielőbbi újjáépítése. Ehhez a biztosítótól várható kártérítés, a település saját forrásai és a remélt állami támogatás nyújt majd fedezetet. Az épület konyhájában főztek többek között a helyi óvodásokra és iskolásokra. Mint ismert, október 8-án leégett a nyár elején több mint 16 millió forintból teljesen felújított szászvári főtér panzió, amit a földszinti étteremmel együtt a szászvári önkormányzat működtetett. Az étteremben naponta 300 adag menüt készítettek, innen látták el többek között a helyi óvodások és iskolások étkeztetését is. Most átmenetileg a bölcsőde konyháján főzik az ebédet a gyerekeknek. Az ilyenkor szükséges hatósági vizsgálatok még folyamatban vannak, de addig is minden segítség fontos a szászváriaknak. Jelenleg folyamatban van egy pályázatunk, 60 millió forint értékben tervezünk benyújtani egy pályázatot rendkívüli helyzet orvoslására, amely a konkrét állagmegóvásra irányulna, jelenleg folyamatban vannak a tervek készítései és a költségvetések készítései. Amint ezek megvannak, akkor benyújtjuk a pályázatot. Országgyűlési képviselőnk Hargitay János biztosította támogatásáról, segít ezt a kaotikus és nehéz állapotot felszámolni. Ezen kívül adománygyűjtést is szerveznek. A középületekért közhasznú alapítványon keresztül fogadják a felajánlásokat, de építőanyagot is várnak. A közfoglalkoztatottak bevonásával, társadalmi munkában eltávolították az életveszélyes elemeket, és eltakarították a törmeléket is az emeleti részről. Egyelőre olyan stádiumba jutottunk, hogy a tetőszert, tehát a felső födém szerkezet teljesen letakarításra került. Egy fóliával való letakaráson gondolkodunk, ami jelen pillanatban magát a további átázásokat szüntetné meg. Amennyiben újra előfordul olyan munkafolyamat, ahova beszeretnénk vonni a lakosságot, természetesen jelezzük feléjük. A katasztrófa védelem szakvéleménye után tud állást foglalni a biztosító. A tetőszerkezet tervei és a műszaki tervek folyamatban vannak. Az önkormányzat szeretné még idén vagy január elején a tetőt visszaállítani cseréppel, vagy ha az nem megy, fóliázással, hogy megállítsák az állagromlást. Talajvilágnapi rendezvényt tartottak kedden Siófokon. A programon a talaj és a víz védelmével kapcsolatos előrelépésekről számoltak be a szakemberek. Az előadások elsősorban a balatoni régiót érintették. A cél, hogy felhívják a figyelmet az élővilág és a termőföldek állapotának világszintű romlására. Itt már nagyon látszik, hogy rengeteg olyan hely van, ahol a csapadék a szántónál eléri az 50%-ot, ami fölött már várható a telítettség. És most a 15 cm-ről beszélünk, nem a 70-ről. Hazánk területének mintegy 85%-a művelési terület, az állattartás és a növénytermesztés számára pedig nélkülözhetetlen a jó minőségű talaj.
A talaj az egy vízszűrő képességű közeg. A talaj nagyon fontos. A talajban lévő víz, illetve a talajon elfolyó víz. Mindenféle szennyeződés, tápanyag, elmosódás előfordulhat nagyobb esőzéseknél. Ezért vigyázni kell a talajra. Az erózió által lehordott talajszemcséknek bent kellene maradni a különböző vízgyűjtő területeken. Amint ez kimosódik, azt a talajt nem fogjuk tudni visszakapni. Ezért nagyon fontos ennek a mérése, vizsgálata. A Balatonfejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Által szervezett talajvilágnapi rendezvényen elhangzott. A klímaváltozás miatt sok feladat hárul a szakemberekre, hogy megóvják a termőföldek minőségét. Sok erózióra hajlamos terület van, itt Somogyban is, Balatonfelvidéken is. Amire vigyázni kell, az a megfelelő művelési fontosságra felhívni a figyelmet. A művelési területek, mint például a gátak építése, a talajlehordási folyamatok megállítása és a vízgyűjtő területen belül megtartása nagyon fontos. A Balaton térsége egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos és értékes, éppen ezért kell rá sok figyelmet fordítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is számos intézkedéssel óvja annak minőségét. Ugye az első találkészleti mennyiségi és minőségi védelme, itt a második ugye maga az agrotechnika és gazdálkodás, fontos maga a talajállapot folyamatos monitoringja, hogy folyamatosan feltérképezzük, hogy milyen a jelenlegi álláspont, vagy milyen a jelenlegi minőség a talajainknak, milyen a termőképességük. A talajvilágnapi rendezvény célja, hogy a talajt a mezőgazdasági közeg skatujából kiemeljék, és felhívják a figyelmet annak fontosságára. Ünnepeltek a pécsi Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai kedden. A Szociális Munkanapja alkalmából gyűltek össze a megyeszékhely egyik szállodájának konferenciatermében. Itt az ünnepség részeként elismeréseket kaptak a társadalom érdekében sok áldozatot hozó szociális munkások. A szociális munka az egyik legderékabb szolgálat, még akkor is, ha valaki fizetett alkalmazottként végzi azt. Ehhez a munkához a szakmai ismeretek birtoklásán túl valódi elhivatottság és áldozatvállalás is szükséges, amelyet nem lehet intézményi keretek között megtanítani vagy munkatapasztalattal megszerezni. Ezek a képességek az együttérző és segíteni akaró ember személyiségéből fakadnak. Így köszöntötte Pécs alpolgármestere a szociális munkanapját ünneplő szakembereket a Araterumban kedden. Így gyűltek össze az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai. Gyerekjóléti szolgáltatás van, családsegítés van, az a nagykorúak esetében. Azon kívül még a központnak vannak egyéb speciális szolgáltatásai, iskolai, óvodai, szociális segítő tevékenység, ez egy új elem, ez egy éve van igazából jogszabály erejével ide a gyerekjóléti központ okhoz társítva. Azon kívül még plusz olyan ingyenes szolgáltatásaink vannak, amit igazából én azt gondolom, a társadalom jelentős része nem ismer. Ilyenek a családterápia, pszichológiai segítségnyújtás, jogi segítségnyújtás, készenléti ügyelet, sorolja az igazgató. Az Esztergár Lajos Család és Gyerekjóléti Szolgálat és Központban 130-an dolgoznak. Ez az ország második-harmadik legnagyobb tiszta profilú gyerekjóléti szolgáltatása és központi intézménye. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi szakemberek tekintetében egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert a létszámunk az éves szinten körülbelül ilyen 98%-os, tehát nagyon minimális a szakember hiányunk, de ez az országra nem mondható el egészére, nagyon komoly szakember hiánnyal küzd az egész terület. Ráadásul az ágazat anyagi elismertségén is lehetne még javítani a szakemberek szerint. A szolgálata a megyeszékhelyen és a pécsi járásban tevékenykedik. Évente 380 millió forintból finanszírozza tevékenységüket az állami fenntartó, a pécsi többcélú agglomerációs társulás. A Szociális Munka Napja alkalmából, amelyet eredetileg november 12-én ünnepelnek, elismeréseket is átadtak a munkatársaknak. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Paks 2. Környezetvédelmi és gazdasági célokat is szolgál az atomerőmű bővítés. Pályázatok. 1,2 milliárd forint a Tolna megyei kisvállalkozásoknak. Online vásárlás. 10-ből 9 webshopnál találtak szabálytalanságot.
Értékhangoló. Idén is megrendezte a diákoknak szóló vetélkedőjét a Tolna megyei Értéktárbizottság. Csütörtökön borongós idő lesz, bárhol eleredhet az eső. Napközben csak kevés helyen, rövid időszakokra vékonyodhat el kissé a felhőzet, míg éjjel átmenetileg fel is szakadozhat a felhőtakaró. Éjszaka is lesznek elszórtan kisebb esők. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!